5 éven aluliaknak nem ajánlott. Múlt héten megitta a misefort, előtte megette az összes áldozati ostját. Most meg ezt! Nem fog többet előfordulni. Attiláska mostantól kezdve ki van tiltva a templomból? Ebbe belebújt az ördög. Éhes vagy? Tessék!
Jöjjön be. Jó reggelt, Ambrus úr. Uram? Meglehetősen zaklatott volt a múltkor, amikor találkoztunk. Nem tudom, emlékszik a nevemre. Bartos László nyomozó vagyok. Foglalj helyet. Majd szólok. Ja, igen. Odafönt már azt akarják, hogy kompjúterezzünk is. Hónapok óta ott porosodik. Én azt sem tudom, hogy kell bekapcsolni. Én már csak megmaradok a jó üreg papírceruzánál. A munkám egyik része, hogy megértsem és dokumentáljam, hogy hogyan is történtek ezek a rablások. Hol, mikor, hogyan, kivel. Érti? Igen. Információink szerint 17 rablást hajtott végre a fővárosban. Tegnap volt az utolsó. Bankok, postahivatalok. 17 rablás. Az elmúlt 6 évben. 26 rablás 6 év alatt. 26. 27 kísérlet és 26 sikeres rablás. Szeretném, ha mindent elmondanám. Miért nem tudsz köszönni apádnak? Hol van a nagymama? Beszéltem a testvéremmel, mert ez így tovább nem mehet. Megmondtuk apádnak, hogy mindent megteszünk. Meg is tettük. A helyzetedre való tekintettel megtaláltuk a legjobb megoldást. Van egy akadémia. Bent lakásos. Mi megköveteljük a fegyelmet. Könyvtárból könyvet lopni nem méltó a mi diákjaikhoz. Te kleptomániás vagy. Ez egy oktatási intézmény, és nem bűnözőképző. Ki vagy csapva?
Most talán sajnálnom kéne. Tudja, hány gyanúsított ült már ugyanígy velem szemben, és mindegyik könnyes történetet adott elő a gyerekkoráról. Az anyjuk elhagyta őket, az apjuk egy seggfej volt, stb. Stb. Csupa tragédia. Már se hallgattam 30 éven át. Látná. Ambrus úr. A könnyes történet az ide nem elég. Látja azt a nagy holomoktát a háta mögött? Az mind maga. Az a bűzlő szarhalom, az mind maga. Egy átlagos ügy úgy pár aktávul áll a magáé, az itt tornyosul velem szemben minden nap. Kétszer kellett nagyobb irodába költöznem az elmúlt években. Föl alá cipeltem a maga rohadt aktáit a lépcsőn. Tudja, milyen nehezek? Kérdezze csak meg. Milyen nehezek? Kibaszott nehezek. De... az összes akta nincs olyan nehéz, mint ez az egy papírlap, amit a nyomozás végén szépen itt aláírok, és magát kurva hosszú időre lecsukatom. Az ön fogyásának támogatója a Norbi Update űrhajós diéta applikáció. Stöngán, prezsor! Edej, te vás! Grupa doa! Vetru trezere! Edej, te vás! Vetru trezere! Kulket! Pregătiți arma! Asupra țintei din față! Foc cu foc! Foc! Attila. Cseh kovai ungur me. De ce vreți mereu să fugeți?
Jöhetnek, uraim. A feleségem mindig azt mondja, hogy meg kell választani a megfelelő kiegészítőket az öltözékhez, amit viselünk. Ez nagyon jól áll magának. Srác, aki felhívott az irodában. Ki? Az erdélyi srác, aki ma reggel felhívott. Aki azt mondta, hogy kapus. Hozott magával cuccot? Én szerintem semmi sincs, csak az, ami rajta van. Szerezz egy korcsolyát és küld a jégre, megnézem, mit tudsz. Ja. Te meg a fasz keresel itt! Miért nem az edzőteremben vagy? Szarni voltam, Gyuri bá. Majd én szarok neked akkor át, hogy beszarsz, bazd meg! Ha elaludta a vécén, szarjuk a jégre, vagy mi van? Olyan vagy, mint a bója. Na, jó pár éve nem játszottam. Nem lehetett. De keményebben fog dolgozni bárkinél. Jó. Szóval az ajánlat a következő. A kapusunk egy darabig nem tud délelőtti edzésekre jönni. Beállhatsz, amikor nincs itt. A játékért sajnos nem tudunk fizetni. Viszont fölvennék valakit, aki karbantartja és kipucolja a felszerelést. A sportolók kollégiuma tele van, de családomnak van egy kis lakás, ami nincs kiadva, ott elcsöveszhetsz addig, amíg kitalálunk valamit. Miért segít? Az apám csík szép vízi volt. Ez csak átmeneti megoldás. Elbaszod, vége.
Tolvaj, láttam, hogy elloptad. Mit mondtál? Láttalak, ott ültem, láttam, mikor elloptad. Miről beszélsz? A szívemről. Elloptad a szívemet. Remélem, több sikered lesz ezzel a béna szöveggel legközelebb. Figyelj, nagy hibát követsz el, mert... Mit akarsz? $1 millió és a telefonszámodat. Hát az egyik még bejöhet. Lottoz. Legalább a nevedet mondd meg. Ha legközelebb találkozunk, majd megmondom. Nagyon ügyes. Hát te vagy az.
Mi meglepő? Fordítva fogod az újságot. Attila vagyok. Kata. Szia, Kata. Megkifadtak egy italra, nehéz szomja hallok. Hát, ez kedves volt. Élveztem a kis történetet, nagyon érdekes volt. Kemény román gyerekkor. Bocsánat, Erdély. Vonat, szerelmi szál. Szóval, ha jól értem, akkor úgy általában kezdtek jól alakulni a dolgok. Új barátokat talált, lányok után jár. Szóval úgy jól ment minden. Jó. És? Hol romlott el? Kíváncsi vagyok, hogy hol kezdődött ez az egész nagy szarság. Papírokra volt szükségem ahhoz, hogy egy jól fizető állást találjak. És? Ha egy új országban egy új papírokat kap. Ahhoz, hogy dolgozhasson, engedély kell. Még ha itt is született, akkor is be kell szerezni mindenféle papírokat, meg engedélyeket. Mindezt csináljuk. Magának miért tört be labicskája? Mit gondolt? Magára nem vonatkoznak a szabályok? Na, már megint. Munkavállalási engedélyért folyamodik, vagy állampolgárságért folyamodik? Mindkettőért. Ebben az esetben beszélnie kell egy bevándorlási tisztviselővel, úgyhogy jöjjön vissza két hét múlva. Ezeket a nyomtatványokat töltse ki, és hozza magával az összes román okiratát, lefordítva, hitelesítve, és egy szándéknyilatkozatot attól, aki majd alkalmazni fogja. Ezen kívül szükség van még egy orvosi igazolásra, ami tartalmazza az összes oltását, valamint a betegségeit, különös tekintettel a fertőző és a ragályos betegségekre, lefordítva, hitelesítve. Kell még egy igazolás arról büntetlen előéletű, lefordítva, hitelesítve, amennyiben büntetett előéletű. Úgy az összes dokumentumra szükség van, ami az elbocsátásáról szól, lefordítva és hitelesítve, valamint egy hivatalos pszichiátriai nyilatkozat arról, hogy visszatérhet a társadalomra, lefordítva, hitelesítve. Következő! Kaptatok egy kólát? Igen. Jó estét, kedves uram. Kaphatok egy nagy adag pattogatott kukoricát és két kólát a legfinomabb évjáratból? Csak vicceltem. Lesz még valami? Nem csak a nagy kukorica és a két kicsi kóla. Ötszázat múlt? Nálam van pénz, ha... Nogis, majd én. Kifizetem a magamért. Nem, én nem vagyok szomos. Még egy százas kéne. Szavaz, Zero! Akarok kérdezni valamit. Mit? Említettél valamit a múlt héten.
Van egy rokonod a belügyminisztériumban. Nem az enyém. Csajom nagybátyja. Szeretnék állampolgárságot folyamodni. Nincs meg a fele papírom, semmi szabad. Gondoltam, kellene egy kis segítség. Pati, figyelj! Én nem ismerem jól ezt a faszit. De Miki bácsi nem olcsó. Bármilyen segítség, nagy segítség van. Jó, megkérdezem. Kölcsön kellene. Aha. Hívjál csak Miki bácsinak. Jó kép. Úgy látom, úgy 50 000 hiányzik. Tudom, de csak ennyit sikerült összeszednem. Ha? Ez nem elég, hogy megolajozzuk a gépezetet, hogy beinduljanak a fogaskerekek. Arra gondoltam, hogy esetleg ledolgozhatnám a maradékot. Mire gondolsz? Hogy kiviszed a szemetet? Vagy legyírod a füvet? Nem hinném. Kérem. Szükségem van a segítségére. Mindent megteszek, hogy beinduljon a dolog. Hát... megnézem, hogy mit tehetek. Hívjam föl! Legszívesebben benéznék minden lakásba, hogy megtudjam, ki mit kíván az új évre. Kívánhatok bármit. Szabadságot az egész világon. És békét, olyan mégességet, ahol a gyerekekből rendes és tisztességes felnőtteket nevelhetünk. Megszakítjuk adásunkat, rendkívüli híradó következik. Meghalt Nikolaj Ceaușescu. Az önmaga által a Kárpátok géniuszának tartott kegyetlen diktátort a román rendkívüli törvényszék ítélete alapján 14 óra 50 perckor kivégezték. Vaskézzel vezette az országot, és úgy gondolta, dicsősége örökké tart. Nevéhez több ezer ártatlan ember vére tapadt. Énnek így kell történnie. Ezek után most már csak ez lehetett a vége. Már pesgőztünk is rá a munkahelyen. Tényleg? Igen. Mivel az utolsó bástyája is leomlott Európában, a sztálini diktatúrának vagy annak az utódjának, én bízom abba, hogy most már tényleg egy szabadabb élet jön, amely gazdaságilag rettenetesen nehéz lesz. De más a szabadon lélegezni, és úgy tudni azt, hogy ezen a nehézségen. Exatlon kihívó csapatának sztárjai. Jön Rozs Gergely! Műsorunkat támogatta az új Mitsubishi Eclipse Cross.
Most pedig megiszünk 16 kisfröccsöt 8-szor tisztán. Milyen volt a murája? Miki bácsi! Menjetek, mindjárt jön. Te meg mit keresed itt? Követsz? Nem. Próbáltam hívni, de nem sikerült. És ezért váltál meg a munkahelyem előtt? Bocsássam meg, de ki nem áll az állampolgársági papír. Te mit gondolsz, ki a picsa vagy te? Senki, csak hát azt mondta segít. Továbbítottam az ügyedet. Nem tudom, mit mondjak. Nem értesítettek? Kik nem értesítettek? Rátívom a rendőrséget, és kitoloncoltatlak, ha még egyszer követni mersz. Megértetted? Attila azt mondja, hogy lemehetnénk a szülővárosába nyáron. Aztán kocsival délre, néhány napra a Fekete-tengerhez. Hát az nagyon messze van. Erdély is messze van, de a Fekete-tenger még annál is sokkal messze. És hogy akartok menni? Van autója, Attila? Nincs, asszonyom. Most éppen nincs. De majd veszek, ha összesporoltam rá a pénzt. Hokizásból. És a szülei? Ők még odaállt vannak? A szüleim nem igen voltak jelen az életemben. Hogy? Anya. Semmi baj. Anyámat szinte nem is ismertem. Elég hamar elhagyott minket. Az apám meg... érdekes volt a viszonyunk. Úgyhogy nagyanyám nevelt haláláig. És amíg nem hívtak be a seregbe, addig az intézetben voltam. Most meg itt. Sokára befejezi az egyetemet. A ragyogó jövő előtt áll. Minden lehetősége megvan, hogy sikeres legyen az életben. Maga, mit tud ajánlani neki? Egy román... papírok, tervek, pénz és a jövő nélkül.
Magyar vagyok. Ha maga mondja. Legtöbbjüknél elszakad a cél nagy idő után. Négy betonfal, néhány patkány, meg sváb bogár. Hát igen, az nem sok reménnyel kecsegtet. Amikor rájönnek, hogy annyi, általában kibuknak. Vagy felkütik magukat. Mindenkinek kell találnia valami hobbit, nem igaz? Pontosan. Ezt mondom én is mindenkinek, aki ezen a széken él. Itt bent rengeteg lehetőség van, hogy valami szakmát tanuljanak. Ott van például ez a kerámia, vagy hogy is hívják, fazekasság, agyagozás. Biztos. Ezt látom magamat, hogy 10 év múlva kis tampókat, meg kis tányérokat árulok egy vásárban, ha kikerülök innen. Ha kikerül. Miért beszélj róla, mintha valami rossz dolog lenne szakmát tanulni? Tudja, vannak, akik legalább létrehoznak valamit. Maga mit csinált? Csak elvette, amit mások hoztak létre. Én azt hiszem, kétféle ember van. Az egyik alkot, a másik rombol. Szerintem mind a ketten tudjuk, hogy maga melyik. Amit csináltam, azt jól csináltam. Thank you.
Ez egy rablás. Nem viccelek, ez egy fegyveres rablás. Na, mi van? Szép az egy... Mozgás ide a pénzzel! Menjenek be! Ez is szeretnél, menjenek már be! Megolajozza a gépezetet. Gondoltam, hogy csak időkérdés, és felbukkansz. Makacs erdély. Gratulálok. Most már magyar állampolgár vagy. Szívesen. Tank tele? Tank tele. Igen. Jó után. Muszáj menni. Jó. Nem? Várhatom. Mindjárt jövök, jó? Nem, muszáj menni. Jó. 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 Jó.
Szia. Szia. Na, ezek. Kösz. Nasz ki? Csoporttársam. De miért érdekel? Hónapok óta nem láttalak, eltűntél. Csak... nem tudtam, hogy akarod-e. Azért, mint a szüleim bunkók, neked még nem kell utánozni őket. Ez mi? Nyisd ki. Gyönyörű. Kiraboltál egy bankot? Hello, fiú. Te ravasz róka. Prostituált lettél, vagy mi van? De figyelj, hány farkat kellett leszopni, hogy ezt megvedd? Medvebőr, barátaim. Medvebőr. Megveszed az öreg vadászoktól odahazait, meg eladod 1000% felára. Mennyit keresel egy ilyen bőrön? Attól függ, mekkora a medve. Ha? Megyek haza a héten. Hozzak neked egyet? Medvét hozzál. Nekem is ilyen nem lesz. Persze. A külső elcsábít, a belső megtart. Vásárolj bármilyen szénsavas Sixo terméket, töltsd fel a blokkot a Sixo.hu-ra, és nyerd meg a napi, heti havi nyeremények egyikét, vagy akár a fődíjat, egy BMW 840. A TV2-n. Rengetegbe kerül, igaz? Nem ízlek? Nem, nagyon finom. De ez a hely nagyon drága. Honnan van ennyi pénzed? Tudod mit? Nem is akarom tudni. Medvebőrből. Import és eladás. Otthonról hozom, itt meg eladom. Medvebőr? Medvebőr. Hamis a mosolyod. Biztosan rossz gyerek voltál. Gyorsan elmegy, mi? És akkor elkezdte szervezni a következő randást. Igen. Könnyen ment. Odaadták a pénzt. Senkinek nem esett baja. Mi? Senkinek nem esett baja? És ön szerint ez szedi a valóságot? Sohasem bántottam senkit. 27 alkalmam lett volna rá, de soha. És a nők? A nők, akiket bezárt a WC-be. Nem tudhatták, hogy kijöhetnek-e élve valaha. Nem tudhatták, hogy nem lövik rájuk az egész tárat az ajtón keresztül. És a számtalan biztonsági őr, akiket fegyverrel fenyegetett. Mi? Szerintem igenis bántott embereket.
Lehet, hogy nem fizikailag, de bántott. Tájföld, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, Seychelles-szigetek, Dominika, Tahiti, Kanada, Törökország, Sri Lanka, Maldív-szigetek, Görögország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Svájc, Németország, Spanyolország, Dubai. Dubai. Csak a reptéren jártam. Én a legtöbbet ezek közül, a helyek közül még fényképes láttam. Kajapia, drága autók, utazások, csajok. Mondhatjuk, hogy ezekre szórta el a pénzt. Ez főleg utazásra. Vicces. Nem furcsa. Nem utazhattam. Mert maga annyira élvezte az utazgatást. Elnézést! Bocsássam. Na, nézzétek ki tisztelt meg a jelenlétével! Ahhoz nem játszol elég jó, hogy ilyeneket engedd meg magadnak. Tudom.
Figyelj, többet nem fog előfordulni. Legközelebb kiteszlek a csapatból. A fiam. Velünk fog játszani ebben a szezonban. Ambrus Attila. Örülök, volt a Géza. Isten az ott a csapatban. Kösz. Na, még egy széria! De megköszönjél már a futógépnek. Egy dupla vodkát legyen szíves. Negyedszer is sikerült meglépnie, és azóta se sikerült elfogni azt a férfit, aki a héten egy újabb belvárosi kapufiókra volt ki. A szertanúk elmondása szerint csak erős alkoholszagot hagyott maga után. Személyazonossága eddig ismeretlen. Nevezzük talán Piszkis Rablónak. Bármelyik van a besétál, bármikor. A műsor végén most már tudjam mit? Telefonulalunk él, várjuk híreiket, információit... Legyen inkább egy viszki. Gondolom, magának is volt otthon egy ugyanilyen gyűjteménye, igaz? Nem pontosan értem, mit kérdez. Elhitte, amit magáról mondtak. A televízió, az újságok. Elhitte azt a rengeteg baromságot, amit összehordtak. Hogy maga tulajdonképpen egy kibaszott hős, egy kibaszott celeb, ja, és ez a kedvence, egy kibaszott 20. századi Rózsa Sándor. Kellett a pénz. Eleinte lehet. Ez valami egész mássá változott a maga beteges felfogásában. Úgy állítja be, mintha ez valami nemes küldetés lett volna. A szegény elnyomott kisebbségeknek semmilyen más lehetőség nem adatott meg az életben a kis ember, aki harcol a korrupt rendszer ellen. De a meglátásom szerint ez az egész szarság sokkal inkább az egójáról szólt, mint a pénzről. Nem nőknek pia kellett. Hanem a figyelem. A figyelem, amit addig a szaros kis nyomorult életében soha nem kapott meg. Most végre népszerű lett. Lett valaki. Ez mozgatta végig.
Senki se akar kis fogaskerék lenni a nagy gépezetben. Ki akar egy lenni a sok közül? Hát, pedig most itt egy lett a sok közül. Egy cellalakó. Gratulálok. Vigyek ki! Miért rajong érte valamennyi idő? Mikor rossz fiú, sokszor sok pénzt kapott. És mégis imádoztál. Talán nem... Hozzá már nekem egy kibaszott villát! A rendőrség sincs különösebben elájulva a viszkis szárolásától. A kutyája miatt elkapott szokatlan humánus gangster sztár népszerűsége és szenzációértéke nem ismer határokat. Már most sejthető, hogy valamennyi kisrác viszkisnek fog öltözni a farsangi bálokon, hogy többféle filmforgatókönyv van tervbe véve, hogy hamarosan kézről készre adják majd megjelenő tartóját. Kurva anyát! Magyarul, hogy nevével és arcával minden pénzét tesznek, ami csak eladható. Kösz. Olvastam valahol. Különböző országokban különböző szavakat használnak a pénzszerzésre. Az amerikaiak például csinálják a pénzt. A franciák nyerik. Mi magyarok? Keressük. Nem igaz? Mind másképű pénzhez. Neked melyik tetszik? Mi szólnál az elvennéhez? Elvenni? Nekem most tetszik. Azt a retkes büdös kurva. Nagyobb bankokra akarok ráölteni. De a nagyobbakban többen vannak. Kell valaki, aki figyeli az ajtót és az embereket. Mikor kezdjük? Várjál. Előbb egy csomó mindent át kell beszélnünk. Toljuk meg. Ugye tudod, hogy ez mennyire veszélyes? Valami szép úgy, hölgyem. Szép csalapod az egy bankradás. Az élet nem ér ennyit. Feküdj már le, bazd meg! Egy-kettő. Na, dobjál egy hasard, de nagyon gyorsan. David Beatty!
itt állsz itt kurva keményen? Azt egy jön a busz, nem jön. Ugorjál csak úgy, mint otthon anyura. De szépen beszélj, a fiam, mert én idősebb vagyok. Kemény. Nem mondom még egyszer, hülye le. Gyere már! Bazd meg, ez az életünk. Nem mondtam el senkinek. Nem vagyok hülye. Biztos. Ati, bazd meg. Nem köpök. Igen. Menjünk már be. Menjünk már be a faszba. Menjünk már be, baszd meg. Nem arról szól, hogy bemegyünk, baszd meg. Nem, hogy ki is jöjjünk. Ez egy bankrablás, és senki nem mozdul meg, ameddig azt nem mondom, hogy lehet. Bazd meg! Figyel az ajtót! Nyisd ki! Nem. Nyisd ki, bazd meg, nem viccelek! Te! Én? Te vagy az igazgató? Igen. Akkor te bazd meg! Megvan tiltva. Az igazgatóság utasítása szerint csak akkor nyithatom ki a páncéltermet. Bankrablás esetén, ha a tettes lelő valakit. Benne a veretkezdeimben. Ha kinyitom ezt az ajtót, kirúgnak. Sohasem találok még egy ilyen állást.
Inkább lőjön le és halljad meg itt, mint hogy az utcán hallja kéjen. Menjünk már! Megyünk! Attila. Fürdőben vagyok. Mit tartott ilyen sokáig? A város másik végében voltam. Van pár üvegszilánk a nyakamban. Kiszednéd? Mi történt? Tudom, itt ne. Mondd inkább, hogy medvebőr.
Szeresd el. Igen. Jó reggelt, Attila. Szeretnék tisztázni valamit. Az 1999. szeptember 27-i rablással kapcsolatban van itt néhány vádpont. Többszörös rablás. Ez egy néhány vádpont. Többszörös rablás. Az nem csak egy bankot raboltunk ki. Az őr fegyverének elvétele egy vádpont, a bank a másik. Akkor is csak egy rablás volt. A bank egy cég, a biztonsági szolgálat, akinek az őr dolgozott, egy másik, az két külön vádemelés. Tehát többszörös rablás, többszörös vád. Valamint gyilkossági kísérlettel is megvádoljuk. Most viccel. Gyilkossági kísérlettel. És soha nem próbáltam meg embert ölni. Jó, szavát ne feledjen. Menekülés közben az ajtón keresztül rálőtt az odaérkező rendőrökre. Ez nem igaz. Nem találtam a kulcsot, a zár előtt, amíg kinyíljon az ajtó. Ez itt nincs rendben. Kezdettől fogva együttműködtem magukkal. Mindenbe vallottam. 16 rablást tudtak volna csak rám verni. Bevallottam a többit is. Mit beszakszik vele? A rendőrök a jelentésükben azt állítják, hogy rájuk lőtt. Nem az árra. Ez nem igaz. Ezt tudja maga is. Ezért vádolnak. Mit kibasztam magukkal? Attila, gondoljon, amit akar. Akkor is megvádolom gyilkossági kísérlettel is. Pénz kell. Én készen állok. Mielőtt bármit csinálom, meg kell állapodnunk valamiben. Amit akarsz, barátom? Mondjad. Múltkor ezt hittem elkaptak. Múltkor szétváltunk. Túl gyors vagyok nekik. Ez nem vicc, bazd meg. Valami baj van és elkapnak. Meg kell ígérnünk egymásnak, hogy egy szót sem szólunk a rendőröknek. Jó. 3 órán át. Oké. Okay. 3 óra. Ennyi idő elég a másiknak arra, hogy eljusson a határig és eladja az országot. Oké. Okay. Figyelsz rám, bazd meg! Mondd, hogy nem fogsz beszélni 3 órán át. És komolyan mondjam ezt? Jó. Nem fog beszélni 3 órán át. És? Most gyűrűt is váltunk? És fogjuk egymás kezét? És együtt járunk pisázni a budiba, mint a csajok?
folyánál! Gyönek! Megvárt. Késésben vagyunk, a délibe legyen szíves. Igen. Maga az, akit viszkis rablónak neveznek. Jobbajára beszél. Nem.
Nem én vagyok. Tudjuk, hogy ketten voltak. A társát akarjuk. Ki ő? Hol lakik? Merre tart? Kaphatnék mégis egy cigit? Meg volt a lehetősége. Hol lakik? Hová tart? Akkor folytassuk. Továbbra is keresik a Koblicska utcai bankrablás másik elkövetőjét, akinek társát már elfogták a pénzügyi. A helyszínen tartózkodók személy leírása alapján egy 20-30 év közötti magas borostás férfit keresnek. Tankolással 1500. És sötét farmer nadrágot visel. A szemtanúk szerint a férfi a társával a büntet helyszínéről egy taxival menekült tovább, majd a Boráros térnél a rendőrség kéri a lakosságot. Bazd meg, hogy hívják? Hol lakik? Hová tart? Hány óra van? Gyertek ki! Hozd a lámpát! Időt akar nyerni. Állítsátok át az órát a másik szobában, mondjuk 2 órával előbbre. Aztán majd átviszünk oda. Itt a sötétben úgy se fogja tudni, hogy 15 perc telt el, vagy 15 óra. Kérj egy cigarettát? Aha. Hozzátok. Vedd le a bilincset. Menjetek ki. Jó estét, az útlevelét kérem. Higgy el, én is unom. De mi a neve? Hol lakik? Hová tart? Hány óra van? 8:30 múlt.
biztos, hogy jól jár. Szerintem egy kicsit késik. Ambrus Attila? Legyen szíves, kövesse azt az autót, és parkoljon le ott az épületnél. Van magánál fegyver? Lassan. Folyamatosan kísérhettük figyelemmel a munkáját. A viszkis, mert róla van szó, már-már szórakoztató módon cicázott a rendőrökkel. 1967-ben született Csíkszeredán a tegnap őrizetbe vett Ambrus Attila, ismertek nevén a viszkis, akit több nagy pénzintézet kifosztásával gyanúsítanak. Ambrus a rendőrség információi szerint 1988-ban szökött Erdélyből Magyarországra, és az utóbbi években a Dózsa Hoki Egyesület kapusa volt. Ő és játékostársa Bota Géza feltételezhetően eddig több mint 10 bankrablást hajtottak végre. De a rendőrök és határőrök együttműködésének köszönhetően egy zsák pénzzel és a kutyájával bukott le Ambrus, miközben szökni próbált a határon. A viszkis üveget már csak a rács mögül nézegetett. Nem bántottak, ugye? Nem. Ügyvédet kell fogadnom. Egy jó ügyvédet. Kell a pénz. Miről beszélsz? Pénzről, amit adtam. Szükségem van rá. Nincs pénz. Hisz, hogy nincs.
odaadtam a táskát. Abban volt a pénz. Nincs pénz, Attila. Megkötötted? Várj, ne menj még, kérlek! Majd kitalálunk valamit. Sajnálom, én ezt nem bírom tovább csinálni. Nem hagy az faképnél. Szükségem van rád! Segítened kell, Kata! Még most is azt állítja, hogy Kata nem tudta, hogy mit csinál. Azt hiszem, több kérdésre nem akarok válaszolni. Mi a baj, Attila? Elvitte a cica a nyelvét. Vagy végre megérezte a helyzetes súlyát? Nem. De végre rájöttem, hogy magát nem érdekli, mi történt. Magát az a történet érdekli, amit hallani akar, nem az enyém. Ez nem fair. Nem fair. Én sohasem akartam senkit sem megölni. Beszélgessünk arról, hogy mi az, ami nem fair. Elvesztettem a családomat. A feleségem lelépett egy nyálas, üres fejű könyvelővel. Egy kurva könyvelővel. Persze, a gyerekeim szerint én vagyok a hibás. Nem is állnak szóba felem, de tessék, ez az, ami nem fair. Meg, hogy magát a kurva média úgy kezeli, mint valami hős. Ez az, ami nem fair. Hogy magával töltöm a születésnapomat, mert már semmi nem maradt, bazd meg az életemből. Ez az, ami nem fair. Ha van igazság a földön, akkor én bebaszlak téged egy kurva cellába, azt ott fogsz rohadni, bazd meg, amíg meg nem dög lesz. Sikerlén, fasz a gyerek! Ne igyon viszkit! Nyugodtan verjél rám az összes kovatvádat. Nem számít. Én tudni fogom, hogy hazudik. Kérem, én hazudok magalok. Mindenkinek van baj a füle mögött.
Dan! Nyomozó úr! Hozza be nekem az Ambrust! Döntött úgy Ambrus Attila, hogy 27 bankrablással és a fogság 176 napjával a háta mögött búcsút vesz fogvatartóitól, és újból munkába áll. Engedélyt kapott arra, hogy a fogda belső udvarán sétáljon, de ekkor hirtelen átmászott egy kábeleket csak a bokából, vérző kézzel és kibicsaklott bokával elindult a Margit híd felé. Ott villanyos. Utána az őrök felfedezték a szökést, több mint 100 rendőr kereste. Több rendőr miatt felfüggesztettek, illetve kézzelre emeli az Ambrus Attila kézre került. Budapesten már délelőtt lezárták a kivezető utakat. Kállal helikopterrel, szó szerint hajtóvadászatot indítottak. Vadász Hajszal Florika, víz kis randó után, aki egy héttel ezelőtt újabb elképesztő fricskát adott. Ez ideig nem, hogy Magyarországon, de még a világon sem volt példa arra, hogy még élő, sőt szökésben lévő köztörvényes bűnözővel reklámoztak volna bármely termék. Információink szerint a rendőrség a Nina Mercedes-t üldözi, keresi, amiben Ambrus Attilát látták ülni. Időközben Zuglóban elfogták a viszkit. Azt hiszem, hogy a rendőrökön egyértelműen látszik az előbb jelen. Az akcióban nem kevesebb, mint 60 kommandós és nyomozó vett részt. A mitosznak, amit a viszkis maga köré épített, ezzel valószínűleg vége. Minden idők legnagyobb kaliberű magyar bankrablója bevonult a kriminalisztika történetébe. Hát kérem, ő volt a viszkis.
kezdődik az Após és a Bej áldász harca, apádra ütök. Műsorunkat támogatta az új Mitsubishi